Az ember egy olyan lény, aki mindent megszokik, mondta Dosztojevszki a Feljegyzések a Holtak házából című alkotásában. Az ő gondolatával indította Nagy Sándor lelkigondozó őszi előadássorozatának második részét, amely a Hogyan szabadulhatunk meg rossz szokásaink hatalmából kérdésével folytatódott november 21-én az Arany 17 rendezvényközpontban. A rossz szokások hatalmából leginkább úgy lehet kikerülni, hogyha jó szokásokkal váltjuk fel. Tehát nem elég azt mondani, hogy valamit nem akarok, nem elég beazonosítani, hogy van egy rossz szokásom, hanem ennél sokkal, de sokkal többről van szó, és többre van szükség. Azt az egyszerű példát szoktam hozni, ez majd az előadásban is elhangzik, hogy meg szoktam szólítani a közönséget, és azt mondom nekik, hogy ne gondoljanak a nagy lila pöttyös elefántra. Ne gondoljanak a nagy lila pöttyös elefántra. Hogyha ezt elégszer elmondom, mindenki a nagy lila pöttyös elefánttal fog álmodni. Tehát nem elég nekem azt mondani, hogy nem akarok nassolni, nem akarok halogató életet élni, hanem ezeket a rossz szokásokat jókra kell cserélni. Mert hogyha nem tudom helyettesíteni, akkor az agyam mindig e körül fog forogni, hiába van ott előtte a nem szó, egyszerűen ezzel fogok foglalkozni. Mai rohanó világunkban az okos eszközök használata is egyfajta rossz szokást jelenthet. Ez egy olyan új szokás, ami mindenképpen nevezhető rossznak, hogyha átesik egy ponton. Én nem vagyok egy fanatikus ember, és nem azt mondom, hogy ne használjuk az okos eszközöket, mert nagyban megkönnyíthetik a dolgunkat, meg az egész világ erre van berendezkedve. Tehát én nem vagyok híve annak, hogy akkor most éljünk remete életet. De észre kell ezeket használni, ugyanis nagyon sok embernél, fiataloknál főleg, de már a közép és idősebb korosztályban is megfigyelhető az, hogy egy olyan szokás alakult ki, hogy menekülünk. Menekülünk az okos eszközeinkbe. Most már, hogy okos telefonok is vannak egy jó ideje, ez most már még nagyobb mértéket öltött, még amíg csak számítógépek voltak, addig még nem volt ilyen nagy mértékű ez a dolog, de most már rettenetesen erős. És nagyon sok olyan dologtól esünk el ezáltal, amik nagyon sokáig, ezredekig meghatározták az életminőséget, és jó értelemben. Például az emberek már nem járnak a természetbe. Nem járnak sportolni. Nagyon kevesen. És ezek mind-mind kihatással vannak az életkörülményeinkre. A szokások kialakítása emberi természetünk része. Folytatta gondolatmenetét Nagy Sándor. Gondoljunk csak arra, mondjuk, hogy autót vezetünk, vagy biciklizünk, hogy milyen természetesen és könnyedén megy a dolog, mert szokássá vált. Nem kell azon gondolkoznom 10 év vezetés után, meg 3 év vezetés után, hogy most a kuplungot hol kell, mikor kell nyomni, hogy kell váltani, mert automata mozdulattá vált. Na most gondoljunk bele abba, hogyha ilyen automatizmusokat tudunk beépíteni az életünkbe, és a rossz szokások helyett jó szokásokat alakítunk ki, nem kell energiát befektetni. Míg kialakul egy szokás, addig igen. De utána, mint egy automata programok futhatnak az életünkbe, anélkül, hogy oda kéne figyelni rá. Tehát nagyban megkönnyíthetjük az életünket jó szokások kialakításával. Az előadást követően könyvvásárlásra is lehetőség nyílt. A kiállított könyvek között a lelki és testi egészség témakörében válogathatott az érdeklődő közönség. Az őszi időszak utolsó előadása december 5-én lesz majd 18 órai kezdettel az Arany 17 rendezvényközpontban, amikor az egészséges önértékelés ne értékelt se túl, se alá magad téma kerül majd az előadás központjába.